A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szevasztok, srácok, úgy látszik, hogy találtam egy jó melót, ami azért tud hozni egy kis pénzt, ami még kell nekünk. Jaj, mit csinálok már? Ugyanis a következő részben, egy kis ízelítő, következő részben ezt a 47 000-est fogjuk megvásárolni és felújítani, és kell nekünk hozzá még egy kis pénz, ugyanis 49 000-ünk van, de a bútorok meg minden szarra még kell a pénz. Úgyhogy találtam egy jót, Vörös Eduard küldte, kell neki még egy fürdőszoba, ez a témája. Tiszteletem, vettem egy nagy házat, amiből szörnyen hiányolok egy második fürdőszobát. Már egy hét lakhatás után egyértelmű volt a hiánya, tovább nem bírom nélküle. A konyha mellett van egy tökéletes terület a fürdőszobának, és talán a szükséges csatlakozók is megvannak. Mellesleg ki kellene festeni a falakat a szobámban. Úgyhogy ezt el is vállaljuk. Szükségünk lenne egy kanapére. Hát ezt most miért tetted ide nekem? Hát én ezt honnan tudnám? Oké. Először is átnézzük. Módosítsd a falat ebben a szobában? Mi az, hogy módosítsam? Ja, hogy ezt itt meg kéne csinálni? Oké. Ez itt a... Hogyan van? Ez a konyha. Fektesd le a padlólapokat. Mi van? Hát nem erről volt szó. Dolgozószoba. Ez itt mi a szar? Nappali? Itt nincs feladat a nappaliba, jó. Akkor itt... Nincs feladat, jó. Akkor ezeket letudtuk. Itt nincs feladat. Én csak azt csinálom meg, amire megkért. Jó, meg kifestünk, na. Nincs feladat itt se. Becsukjuk azt a szobát, ahol nincs feladat. Itt van-e feladat? Szín ékkék. Na, hát akkor ez lesz egy feladat. És itt volt valami? Jézusom, mekkora ez. Ó, baszki. Csempézés és burkolás. Tudjátok, ez mit jelent? Na, ezeket eladjuk. Oké. Tükör kell ide neki. Na várjál, ez itt izé. Aha, ide akarja az úr a fürdőszobát. Igen. Jó. Kell egy tükör, ide kell a zuhanyzó kabin. Vagy zuhanykabin. Akkor először szerintem zuhanykabint fogunk vásárolni. Hát, hogy haladjunk szépen, ugye? Beépíthető zuhanyzó. Igen. Hát ezt ide akarja. Na most én mit csináljak vele, az oda nem fér el? Így nézem meg? Hát de így meg aztán főleg, nem? Először le kell csavarni a fejeket a kulcsról. Oh, I know. Elfordít. Beszarsz, és nekem kell lecsavarnom még ezt is, hogy oda tudjam tenni. Jézusom, na jó. És akkor most elméleti szinten ide tudom pakolni. És a felszerelés, azt tudjátok, hogy milyen. Oké. Figyeld. Hát ezt, aki nem látta, az lemaradt akkor a... Amikor a saját irodámat újítottam fel. Mi a következő lépés? Ezt így leterítjük. Hát ez zseni, hallod? Ez egy műalkotás, hogy ezt megcsinálták. Jó. Becsavarjuk. Rátesszük a födőjét. Azt ott becsavarjuk. Ezt hozzá csatlakoztatjuk. Rátesszük ezt a kis peremet. Azt a rolteget. Csapokat felszereljük. Így, né? Nem azt akarom. Mi van? Ahogy azt. Na. Fő van szerelve. Egyelőre. Feltesszük az oldalakat. Minden szart be kell állítanunk. Figyeld. Beszarsz, hallott, hogy ezt én így külön csinálom. Felhelyezzük. Azt be.
Na, most már gyorsabban megy, mint az előző. Oké. Rátesszük. Összecsavarozzuk, Jézus Atya Úristenem. Itt még talán egy kicsit megy bejebb a csavar. Super. Na, közben a kakasok kint kukorékolnak a játékban. Ezt ide hallom. Ezt kell valahogy összeilleszteni, nem? Egy tetejét kell rá... Ne, az élvédőket, de hülye vagyok. Azaz. Harmadik is, és így mehet rá teteje. Amit ezzel kell össze... Ja, Istenem. Oké. Okay. Az megvan. Az is meg lesz. Így, né. Jaj, az alja. Hát ez zseni, hallod? Oké. Akkor ez elvileg megvan, ugye? Ó, és milyen faszán oda lehet menni. Na, ide mi? Toalett. Akkor veszünk egy WC-t. Nem tudom, milyen WC-t szeretne az úr. Kap egy ilyen designeset, ha már ennyi pénze van. Szereljük felfele. Egy csavar. Két csavar. Ezt a kis fedőt rátesszük. Izé. Ennyi? Alul még kéne mókulni, nem? Ezzel szétverjük neki. Hát de azt ott nem csavaroztuk be. Elég neki? Jó, hát ha elég, akkor elég. Ezeket el kell forgatni, mielőtt ide tesszük a magát a csapot. Lefolyó. Azt mondja, miért vegyünk ide? Ez illik. Kérdés, akar-e olyat? Ugye? Dizájnos legyen akkor, viszont ez megy a izéhoz. Van annak pénze, ne aggódjál. Kinyitjuk. Ugyanis ezt itt kell felszerelni. Egyszer ezt is becsavarozzuk. Igen, ez a meló az ilyen, ez ilyen kicsit monoton. Vagy nem is monoton, hanem olyan kagyfasz. Oké, egy, kettő, ezt ide csavarjuk. Azt oda főfogatjuk. Na, most már nem fog kifolyni a víz sem. Super, ez beljebb, ide mehet a lefolyó. Oké. Becsavarjuk egyszer, kétszer. És elméleti szinten készen vagyunk ezzel a részével. Mind a három eszközt felszereltük, tükör. Ugye? Rámegyünk, hogy mind, és beírjuk, hogy tükör. Ez az egyetlen fránya tükör van. Legyen ez a fehér itt. Jó ez neki. Ugye most minket ez nem feltétlen érdekel, mert mi pénzért jöttünk. Lay voltize. Kerámia fali csempe. Szürke és kerámia. Mi? Szürke és kerámia csempe szürke. Hűhe, hűhe. Hol kéne ezt keresnem? Várjál csak. Fali lapok. Talán itt. Szürke. Te szürke. Kerámia szürke. Ez az neki, nem? Hűha. De hát ez mi? Ja, ezt hiszem ezzel kéne. Várjál, mivel kéne ezt? Most rakhatod fel. De hát így az egészet felemelem. Hallod! Ilyet akart? Ja, de ez a floor, hallod? Hát... Fali csempe. Vagy ez nem pont az? Lay wall. Akkor nézzünk olyat, hogy lay wall. Kerámia csempe. Saktábla. Ó, basszus, hát rosszat vettünk. Ő ilyet akar.
Akkor ezt viszont, ezt eladjuk. Jó. Szóval, elméletileg ez így. És akkor nézd meg, főkened. Aha, ilyet akart, jó. Hát erre a burkolásra kéne majd pontot pazarolnunk, mert az a helyzet, hogy ez így elég nehéz. Jó lenne egyszerre kettőt, mert ez így eléggé körülményes, úgyhogy amint képességpontunk lesz, egyből ezzel fogjuk kezdeni, viszont így már megvan a burkolás, és be tudjuk fejezni az iroda külsejét is, hála Istennek. Úgyhogy szuper lesz. Ez így elég gyorsan elfogyott. Először a nagy felületet csináljuk meg nyilván. Oké, bár csak ilyen egyszerű lenne, mi? Ez még csak 20%? Vagy már 20%? Mondjuk ez a legnagyobb része. Oké. Szuper, mindjárt elfogy, vennünk kell. Ó, hát még bőven kell, de egyesével fogjuk megvenni. Oké. Még akkor veszünk ebből... Hát egyet első körben, aztán majd meglátjuk. Nem tudom, hogy ide mennyi kell amúgy. Jó, jó Istenem, hogy itt egyesével kell. Na. Oké. Oda is. Oda is? Szuper. És akkor most kezdjük azt, hogy innen. Hát ugye, hogy a nagyobb részeket első körben. Viszont pénzben nagyon jól állunk, srácok. Még alig haladtunk a feladatokkal, és már 2500 dollárnál tartunk. 2524. Mennyit kapunk egy felrakásért? Várjál csak, 2524. Na most nem változik. Arról a teget? 2524 maradt. Hallod, ahogy ránéztem, hogy hármasával kapunk érte 90, nagyjából 80 dollárt. Látjátok, most kettőt már feltettem, és 2608. Nem, akkor egyet tettem fel. Várjál majd ezután. Eddig a bevételt nézem, de lehet külön nem így kapjuk. Ja, így nincsen rendszere. Oké, akkor egy először nézzük. Egy, semmit nem kaptunk. Kettő, semmit nem kaptunk, veszünk még. Oké. Akkor kettő után még semmit nem kaptunk, és 6-9-2 a vége. Három után semmit sem kaptunk. 6-9-2. 6-9-2-7-76, ja, akkor ilyen 80. 85. 84, ugye? Bocsánat, csak már este 10 óra van, és kicsit már megrökönyödtem. Ezt kinyitjuk szerintem, úgy könnyebb lesz. Az. Nem lesz csúnya ez a fürdő egyébként így. Ó, és akkor még majd izé, padlót is kell lámpakolni, nehogy a szid. Jók vagyunk zsettában. Hoppá, ügyességi pont vagy mi? Képességpont. Azt még felküldjük. És akkor rámegyünk, hogy burkolás. Fejlesztett, aranykész, vakoló, burkoló, csempék 50%-a gyorsabban. Na most vakolás legyen, vagy burkolás? Hát mert ez ugye burkolás. 50%-a gyorsabb. Ha legyen, akkor 100%-a gyorsabb. Ugye? Jól mondom, ez nem vakolás. Vagy vakolásnak hívják ezt? Nem tudom, ám most összekeverhetem simán. Nem, ez volt az. Mert most sokkal gyorsabban pakoljuk. Pikpak. Pük. Ú, jó sok kell ide, hallod-e? Keressük is a zsettát, jó, nagyon jó lesz ez. Már nagyjából most tartunk ott, hogy ilyen 51 ezer. 51 ezer, amit eddig kerestünk, mármint ami eddig van pénzünk. És ugye 55 ezerre kéne ezt a sztorit befejeznünk ma. És akkor viszont nagyon jók lennénk. És tényleg vehetnénk a következő részben már a házacskánkat.
Úgy, ezt mindig vissza kell ide jönni, hallod? Oké. Egyesével beszalás. Ez jó nehéz meló. Ilyen szempontból. Úgy pakolnád ezerre, de nem lehet, mert külön kell itt minden szart. Oké. Hát a plafont azt nem mondta, ugye? 90%-ra vagyunk. Jó, 92%. Hát kész csoda, hogy ezzel végzünk egyébként. Szépen lassan. Pont elég is lesz, talán még egy kicsit sok is. Hát mondjuk nem, mert még van egy kettő. Még kettő helyre kell, egyszer oda. Mondjuk azt mondja, hogy kész, de hát mi azért maximalisták vagyunk. Jó. Na és én most mondom rá, hogy kész. Ez király. Oké. Ezt nem tudom kidobni. Arra kivisszük, azt majd, ha kell még csere, akkor ott lesz nekik. Na! Leifroy... Kerámia, csempe, szürke. Kell fali panel helyett fali berendezés asztal padlólap. Padlólap. Azt mondja, hogy miért szeretne? Kerámia white, kerámia csempe, mozaik szürke. Miért szeretne? Mit mondott? Lay floor tile. Kerámia csempe szürke. Akkor nem mozaik szürke, hanem szürke. Kerámia csempe saktábla, kerámia csempe szürke. Nézzük meg. Aha. Ilyet szeretne a hölgy? Nem nagyon ilyet szeretne. Vagy úr. Hát ezt csak le tudjuk izélni. Oké, akkor ez egy ilyen bukta. Kerámia csempe szürke négyzetek. Kerámia csempe mozaik szürke. Kerámia csempe szürke. Beszarsz. Oké. Akkor várjál, először nézzük meg. Ez lesz az jó. Oké, akkor ezt így szépen lefedjük. Jó. Hát ezt igen, elég gyökérül csinálom, ne is mondjátok. Azt már ott nem nagyon kéne. Hát de már megcsináljuk, mert már elkezdtük. Igen, de az nem számít bele. Hát majd akkor megpróbáljuk leszedni. Talán. Oké, így. Na, kész akkor itt minden. Jó, szuper. Szuper buper. Ja, mondjuk az ott mindegy, hogy ott van, mert nem látszik. Oké, akkor a fürdő az így rendben van. Módosítsd a falat. Na de most minek módosítsam a falat, jó gyerek? 4200 már a pénz. Itt is át kéne festenünk. Akkor itt átfesteni, illetve... Ja, de most tényleg minek módosítsam? Hát jó az úgy, nem? Nem értem, miért mondja. És itt... Itt is módosítsd. Várjál csak. Back to the... Vissza az irodába. Igen, mentem a jelenlegi állapotot. Visszanézzünk az irodába, és megnézzük, hogy mit ír. Ugye ilyen volt az iroda egyébként, csak mondanám, aki nem tudná. Én újítottam fel. De szerintem mindenki tudja, mert ezt kőköves emberek nézik ezt a sorozatot. Akik majdnem minden részt néznek. Na, gyerünk, törzs be! És megnézzük, hogy az e-mailben mit írt. Megnézzük, hogy mit írt. Várjál csak, ezt azért... Csempézés és burkolás még nem elérhető. Még mindig nem tudom megcsinálni az irodát, de jó. Oké. Azt mondja a Vörös Eduard. Tisztelt Veteminos fürdőszobát. Oké. Hát ennyit ír, látjátok? Tehát most én mit módosítsak a falakon? Hát hagyjon már engem békén. Back to the workstation. Azt mondja, hogy folytatás. Hát akkor
Jó lenne, ha lennének képek a szobákban. De most ezeket miért mondod, miért nem írták le? Srácok, nem fogok én fasságokat csinálni, már bocsánat. Nekem ebből a buliból kell 7000 dollár. 7000 dollár kell, hogy meglegyen az 55000, és I'm out. Én megyek, és vesszük meg a házat, és újítjuk fel a következő részben, csak tölteném már be. Akkor még kifestek, meg megnézzük, még valami olyanokat megcsinálunk, hogy 7000 dollárra kijöjjön, és akkor utána így azt mondjuk, hogy okay, akkor köszönjük szépen. Miért zárom ki magam mindig? Jó, akkor első körben, ja de módosítsd, az nem kifestést jelent. Nincs feladat itt, jó. Itt, ja, szín álmos fehér, itt is az a pöcsöm kék kell, amire azt hazudják, hogy fehér. Fali festék kell nekünk, és ebből pedig a kék. Milyen kék volt az? Várjál csak, ez lesz az, ugye? Királykék. Figyelj, ez álmos fehér, ez meg királykék. Na most azért. Mindenki vonja le a következtetést magának ebből. Oké, ezt becsukjuk szépen. Na, azt akkor festést, 4200 dollárnál tartunk. Hallod, mit akarsz? Hármat tudunk egyszerre nyomatni. Hát ez nagyon menő, hát ezzel pikpak így meg leszünk, srácok. A nagy részét megcsináljuk. Hát ez nagyon menő. Oké, tehát mondom, a nagy részét megcsináljuk, utána meg pöcsölünk a kis részekkel. Jó, akkor azt mondja, hogy hol fejeztük be? Itt. Oké, az. Ez így mindjárt végzünk. Jó ez a hármas festés, ezt ajánlom mindenkinek, aki játszik ezzel a játékkal. Ez jelentősen meggyorsítja a folyamatot amúgy. Ú, ez is egy jó nagy placit. Azaz. Egyből újra töltöm, igen, mert nem akarom azt, hogy a hármasnál kifogjon. És akkor utána majd mindegyiket külön még pótolni kell. Opa! Mi történt, Patrik? Mi csináltál? Jó. Oké, az ott megvolt akkor. Szuper! Hát hallod, mindjárt végzünk is. Jó, még a kis részek még nincsenek meg. De már 4000... Mindjárt 4500-nál tartunk zsettában. Ahol már át is léptük. Hát ezt meg itt már össze is ér. Szevasztok! Oké. Na nézzük a kisebb részeket. What? És még van 4-es, még a 4-est azt ki lehet fejleszteni. Ami megint csak elég menő lesz. Azaz, hú, hallod. Srácok? Ez egy hack a játékban, és figyelj, mindjárt 5000 dollárnál tartunk. Kell még festéket vásárolnunk. Mi ez? Oké. Vásárolunk még egyet, az már elég is lesz. Bőven. Oké. Ú, de fura, hogy hármat tudok egyszerre csinálni, hát ez nagyon jó. Jó lesz ez a szín, ez jobban megy ez a szobához amúgy, mint a mostani, ami volt, ez hát ez... Well. Oké. Gyorsan, pikpak leszünk, srácok, nem akarom húzni a ti időtöket sem. Mindjárt meg vagyunk vele már. Oké, itt még egy... Még csak 70%? Mi az, hogy 70%? Ja, még itt... Oké, de ennyi. Aztán innentől kezdve meg... Állítsd át a kapcsolót. Állítja a halál. Ott még van egy. Ott is van egy. Ne írjél már bele. Oké, szuper. Ezt a hármat is szépen egybe lehet. Nagyon jó.
Ez annyira jó, srácok, ez a festés, hogy így egyben. Hát ez így álom. Emlékszem, amikor még egy falat tudtunk csak festeni. Na, az kész volt. Oké, kész. Jó, kész is van, srácok. Akkor megyünk a következő... Opa. 5200 dollárra hízlaltuk bevételünket. Akkor ezt is ki kell festeni, szín égkék. Égkékre fogjuk ezt akkor festeni. Hangulatos jégkék, égkék kéne. Égkék kéne. Nem nagyon van. Álmos fehér van, baszki. Égkék. Ami, hát egy picit azért mondjuk ki, hogy zöld. Jó, veszünk még egyet egyből. A szoba mindkét felébe lesz, és akkor tudunk majd megfelelően nyúlni. Jaj, felkapcsoltam valahogy a izét, hallod? Ajajaj, oké. Felkapcsoltam véletlen a lámpát. Megint egyszerre, hármat. Hú, de jó az a szín. Ez ilyen türkiz? Kicsit, nem? Oké, szuper. Hát ezzel így pikpak. 5300 dolcsi. Lassacskán, lassacskán meg lesz az az áhított 55.000 dolláros vagyon, amivel azért már tudunk érdemben haladni a lakás felújítással kapcsolatban. Kíváncsi leszek, hogy mennyire lehet eladni amúgy. Tényleg kíváncsi leszek. Amit majd ugye felújítunk. Szerintem egy két rész alatt azt fel is újítjuk. Mert ugye nem akarok ilyen nagyon-nagyon hosszú videót csinálni, tehát ilyen egy-két órás videókat. Inkább több részletbe. Tehát inkább kétszer fél óra, mint egy egész órás, mert... Hát azért azt se akarom, hogy... Ti ott izéljatok, üljetek egy órát azért, mert hogy... Megy a videó, inkább kettő külön rész, külön napokon. Kicsit barátok köztösen várjátok, érted? Na... Oké, hát megcsináljuk már ezeket is. Why not? Gyönyörű szín ez. Hát nem tudom, srácok, én a szobámat biztos le nem festeném ilyen színűre. Jó, hol van? 5500, nagyon jó. Menjen szépen felfele az a pénz. De menjen szépen. Meg kell nekünk a money. De kíváncsi leszek az első megvásárolt kis házra, amit megveszünk, és úgy fogjuk felújítani, ahogy csak mi akarjuk. Nyilván azért valamilyen szinten költséghatékonyan kéne. Nem tudom, hogy majd ki fogja írni, hogy milyen az értéke közben. Ma az mondjuk menő lenne. Nagy bizniszeket tudnánk kötni, és utána meg ugye nincs megállás, mert a következőben meg már vennénk a következő házat. Jaj, mit csinálok? Ne, hogy üdössé, véletlen más gombot nyomtam, srácok. Oké. Okay. Jó. Na. Festékügyileg egyelőre még jól állunk, mert még ugye van ezen kívül egy másik itt lent balra mellettem. Ezeket még itt becummantjuk. Jó, képességi pontok elérhetőek. Nem is tudom, mire kéne rámenni. Szerintem valami vakolásra, vagy ilyesmire, ugye? Mert olyan még nincsen. Mármint, hogy nem kezdtünk el belőle egyet, tehát nem kezdtük el még fejleszteni, és akkor józan paraszt észszer kéne azt is fejlesztenünk, hogy az is egy kicsit fejlődjön, ugye értitek. Itt van a festék. Ó, fullos lesz ez. Jó ez a szoba nekik. Be nem költöznék ebbe a szobába, de hát ők tudják. Saját maguk ízlése. Én csak végrehajtom a feladatot, srácok. Nem én találtam ki ezt a szint ide, te jó Isten. Már azon gondolkodok amúgy, hogy milyen szín kéne majd a sajátba, amit eladásra kínálok. Jaj, már megint a átlépésem. A hülyeségbe. Oké. Okay. 6100 dollár. Még kell valamit csinálni akkor ebbe a
Kis szaros lakásban, 6200. Oké. Okay. Jó. Gyorsan megtöltjük. Oké. Okay. Nem ez az útcsó, ugye? De, ez volt az útcsó. Akkor ezzel is végeztünk, 6300-zal fejeztük be, ami hát nem túl jó. Mert nekünk még kell 700 dollár. Pont annyira megyünk, amennyit beszéltem, mert... itt akkor nem is volt semmi. Ujjajjaj. Itt rendben vagyunk. Akkor itt volt ilyen, hogy módosítsd a falakat. Ja nem, itt is festés. Szín bájos levendula és világos levendula. Oké, okay, ez könnyű lesz, mert kevés az ablak, tehát itt pik, így át fogunk menni az egész izén, falon. Mit mondott? Bájos levendula és világos levendula. Akkor az külön szín, ugye? Bájos levendula. Egy-egy fal, vagy hogyan? És a másik pedig világos levendula. Mi a különbség? Ja, hogy az... értem, ilyen dizájnosat akarsz. Jó, van, megcsinálom én. Na, akkor ez a fal... Ez a fal lesz ilyen színű. Úgy, né? Jaj, csak össze ne keverjem. Oké. Okay. Ó, várjál csak. Arról a téletbe. Összekevertem nyilván. Ez most melyik? Jó, akkor ebből kell színni. Oké, okay, akkor ez lesz az egyik fal, ez ilyen színű lesz. Ó, megy fel az a zsetta, jó. Oké. Okay. Amúgy ala... Nőj, bontsad már! Alapban egyébként nem drága maga a játékba felújítani egy lakást, szerintem egy... Annyi, amennyit én számoltam, az úgy elég lesz, nem? Elméletileg elég lesz. Vagyis hát... bizakodjunk benne inkább, maradjunk ennyibe, aztán meglátjuk. 10.000 dollárnak elégnek kell, sőt nem is 10, inkább ilyen 8.000 dollárnak elégnek kell lennie. De hát aztán majd tényleg meglátjuk, mert fogalmam sincs. Látjátok már, hol jár a fejem? Tárgyat onnan mozgatni kéne. Tárgy mozgatása. Na jó. Arrébb tesszük ezt a szaros szekrényt. Oké. Okay. Így, előbbre. Úgy. És akkor még hozzá is férünk. Super buper. Oké. Okay. Szopunk egy kis föstéket. Jó. Még ennyi kéne. Elég tud az még lenni? Jó, az még elég lesz. Oké, elméletileg... Hát még kéne egy pici abból. Mindegy, veszünk majd újat még, ha kell. Jó, akkor most... Ők akartak ilyen színet. Színet. Szint. Akkor úgy csináljuk meg. Hát ugye az egyik fal az ilyen lesz, a másik olyan, azt örüljetek neki. És az ablak meg ugye a másiknak a... Tehát ellentetje lesz, értitek? El is fagyott. Jó. A szekrényeket visszapakolom, mert arra már igazából ott nem is lesz igazán szükségem. Pénzben. Oh, 6900, nagyon jó. Na, ezeket visszapakoljuk a helyére. Hol a helye? Ja, nem tudjuk beljebb vinni, baszki. Megpróbáljuk először ezt bevarázsolni oda valahova.
Oké. Okay. Akkor ugyanoda kéne ezt is. Rohadt életbe. Ja, a szaros plüssök miatt nem fér el? Ó, hogy rohadjatok ti meg, hát hogy kerültetek ide? Mi, leestek? Vagy bent volt az a szekrénybe? Vagy mi a jóisten? Nem akarom összecsapni, megvan már igazából a zsettánk a házra, de azért csak nem fogom az út közepén hagyni. Oké, okay, akkor titeket. Nem tudom, hol voltak, hát ide lepakoljuk, hát mit tudom én, hogy hol voltak. Aj, ne. Makinyúl is ott van, na. Örüljetek neki. Jó. Na, tedd le. Menni fog a füle az izéhoz. Az a cucchoz. Oké. Okay. Akkor folytathatjuk a festést, amivel fényesen állunk lassan, de biztosan. Oké. Okay. Az a fal megvan. Ezt kicsit arrébb is visszük, mert jövünk ehhez a falhoz. Így, né? Hű, de jó így hármat, te jó isten! Oké. Okay. Tudom, hogy van képességpontom. Ugye? Vagy már nincs? De mintha lett volna. De most ezt meghagyjuk, hogyha van. Mert ki tudja, hogy az új lakásunknál majd mi kell. És akkor tudom értelemszerűen egyből arra. Hát frissíteni a cuccot. Oké. Okay. Super. Akkor... Hát gyönyörű. Ők akarták így. Akkor... Ezt meg megcsináljuk ilyen erősebb színre. Ezt ez így mutat. Oké. Okay. Akkor oda is még... Jó, elég volt. Még kell egy picike. Jó. Most tudom festeni a falat. Jaj, ne! Nézd oda, elpazaroltam oda a festéket, hát hallod? Pedig abból pont egy picike kellett volna még, srácok. Arról a téletben nem lesz ez így meg. Ez ennyi. Jó, egynek. Nem áll, hogy egy darabért kell vennem. Beszartok, srácok. Na? Nem áll. Jó! Jó! Oké. Okay. Szuper. Megvagyunk, srácok. Ennyi volt. Kész. Jó is lehet. Egyébként jó a színe. Nekem tetszik. Na jó. 7300 dolcsi. Easy money. Akkor én azt mondanám, hogy enter. Persze, 87% nagyon jó. Megvan a pénz. Megvan a pénz, srácok. Úgyhogy a következő részt az azzal fogjuk kezdeni, hogy megvásároljuk a lakást, és hát fel fogjuk újítani. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a részben, hogyha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot. Találkozunk a következő részben, Unfield Shop, Instagram, minden más itt a leírásban. 56 ezrünk van, szevasztok! We'll be right back.